Annyira, de annyira rosszul állnak itt az emberek. Mindegy. Próbálkozni azért lehet. Jó, menjünk be Vicknek az irodájába. Jó. Na. Akkor betörés protokoll, meg minden egyéb. Kis optika zavaró, meg ilyenek. Vagytok egy páran. Kapsz egy kis rövid zállatot, szevasz. Kaptok. Hát fertőzés már mehet. Nyilvános WC, ez az. Csá. Nézd meg, nem akar megborulni. Talán megborul, oké. Okay. Jogi, nem bántalak. Csak ne zavarjatok meg, amik hekkelek, jó? Na szóval. Jó. Akkor mentsünk így egyet. Ez kapott közben egy optikát. Optikai megzavarodást. Jó. Nem kaptam pénzt. Az üsszabályos. Csá. Bocsi. Harc. Miért van itt még valaki? Egyáltalán. Hát úgy néz ki. Na, hát addig én szedek ki pénzt, amíg kiderül, hogy hol vannak igen az ellenfelek. Már csak ellenséges a terület. Aha. Nekem te nem magyarázd meg, amit csináljak, jó? Te szépen feküdjél, azt te kész. Mit keménykedni. Amúgy jó a ruhád. Jó sok a lőszer is. Valakit nagyon üvöltözik. Jó, de jó sok pénzt fogok én innen kikaparni. Hol van még BD? Ami mellett van természetesen 7A.
És várjál? Hogy van ez? Ajaj! És ennyi. Belekavarodtam, bocsi. Látszik, hogy fáradok. Ja, arc közben nem lehet menteni, természetes. Ez itt a WC, jó. Ez itt a másik WC, gondolom. Nagyon jó. Itt van egy szilánk, de... A WC-ből szilánkot felvenni szerintem annyira nem egészséges. Na csá! Kösz a fegyvert. Szévasz, veteránőr. Viszlát, veteránőr. Ó, hogy vagytok még egy páran. Jó. Iktas ki Vic Vegát. Jó, ezek szerint mindjárt kiiktatjuk. Oda ki hogyan lehet menni? Szolgáltatások is vannak. Ez jó. Cső, Vega! Figyelj már! Kapsz egy-kettő dolgot, jó? Csá, Vega! Vega holttestét? De nem halt meg. Kocsi úton van. Jó, egy kis pénz, jó. Aha, egy kis stílusos mellény. De furcsa, hogy itt nincsenek kamerák. De mondom, ez délegzik. Tehát akkor elvileg Vega se halt meg. Egy C, B, D, egy C, L, 9. Egy. Mindjárt meg lesz az 1 millió. Csak az első 1 millió ugye nehéz összeszedni, utána már állítólag könnyű. Minden. Tehát igen, az első milliót összeszedni a legnehezebb. Utána már egyszerű. Szerintem megvagyunk. Hosszan kell nyomni. Egy testesebb úriemberről van szó, úgyhogy vára vesszük. Pedig elvileg a rövid zárlat nem öl. Tehát... indokolatlanak tartom a vérfoltokat, meg hogyha azt, meg azt írja itt nekem, hogy holttestét. Nem halt meg. Na most meg már azt mondja, hogy Ted Vig Vega a Fixer kocsiába, de miért ott állsz meg ilyen bazimeszte? Legalább jó, jó nagy autóval jöttetek. Tudtátok. Nagy autóval kell jönni, mi? Dör.
Igen. Vega's taken a little nap in the trunk. No sieves hit. Yep. Knew you were the right one for the job. Very soon Vega will learn his actions bear consequences. I'll teach him that personally. Pro bono. Nice work, V. All Night City thanks you. Get closed and sealed. Köszi. Meg a pénzt is. Nem tudtam, hogy ez is Rognak a melója. Nem gondoltam volna. Na, egy kis szabatörködés. Zsoldoskodás, meg zsoldoskodás maradt már csak itt hátra. Már ami ugye így a fixer melókat illeti. Ugye a mellékköltések az azért az már más tészta. Megint lassan szintet lépünk. Gyere, moci! Menjünk! Nézzük meg, mi van reánk! Szerintem majd az lesz, hogy ha itt végeztünk, szerintem hazamegyünk. Hazamegyünk, azt szerintem ott otthon átnézzük majd a dolgokat. Most hát lehet, én majd felvételen kívül átnézem a dolgokat, hogy mi merre hány méter, hogyan kellene, miként kellene a dolgokat csinálgatni. Leszáll. 404-es hiba. Yo, V. Check it. There's a site on the net out to smear the mayor, Weldon Holt. Well, the acting mayor, cause, you know, he's up for re-election or whatever. Yeah, politics, am I right? Mudslinging never stops. Not for a minute. Anyhow, my client wants that site sucked into the cold vacuum of cyberspace. Scan the brief if you need more info. Jó, mit kell? Rágalmazó propaganda gépezet leállítása. Szabotőr ügynök, aha. Jó. Mindjárt akkor. Csak először szerep magamnak egy kis pénzet. Első a pénz. Aztán jöhet a szórakozás. Ajaj. Hát legyen így. Biztos volt jobb útvonal is, de én ezt láttam. Akkor betörés protokoll, mert ezek szerint tele vagyunk kamerákkal. Ó, meg lövegekkel is tele vagyunk. Nagyon jó. Mert a fertőzés oda. Harc. Honnan tudjátok, hogy itt vagyok?
Na most már értem így, hogy látjátok, hogy látjátok. Jó, biztos. Én biztos elhiszem, hogy úgy van. Na, sok E9-es. Így. Jaj, tényleg nem lehet menteni. Ennyi a fertőzés. Túl sok a tárgyam, mi? Ja. Túl sok a tárgy. Adni a hátizsákot. Szürke cuccból. Ezek mind... Ó, ez nem. Ezt itt a fickót, ezt szét lehet szedni. A többi az egyelőre akkor marad. Amit mondtam, hogy ezt is szét kéne szedni, mert ugye ebben vannak fejlesztések. Meg akkor ezt is. Mert a fejlesztéseket akkor így ki tudom nyerni belőlük. Egyszerűen azokat is át kéne néznem. Nem ezt akartam. Hanem ezt. Oké. Még két szint kell. Kettő darab szint. Aztán jók leszünk. Csá! Hát én azt szerintem deaktiválom elsősorban. Aztán itt röpködjön szét itt a fertőzés. Vannak egy páram még mindig. Az anyádat. Ha bazd, mert majdnem meghaltunk. Egy megborult. Nem ezt akartam, a fertőzést. Mennyi életerőtök van? Mentünk egyet. Na, mi van megint? Na, mentsünk egyet. Elvileg akkor most már mindenki megborult. Remélhetőleg. Mindenki megborult. Semmilyen, hogy csak ez az egy löveg volt itt.
van pénz, úgyhogy ezért elmegyünk. Rossz indulatú szoftvernek a telepítése. Jó, mindjárt telepítjük azt a szoftvert is. Mindenki sorra kerül, nem kell aggódni. Jó. Már csak 80 ezeret kell valahogy összekaparni, és meg lesz az 1 millió. Euró-dollár. De szerintem még abból se fogom tudni megvenni az összes autót. Vagy az összes járműt, amit ugye felajánlott nekem már addig a rendszer. Sajnos. Hát a tetőre én most nem megyek föl én szerintem. Kéne majd keresnünk egy kereskedőt. Érted? Keresni kereskedőt. Mindegy, hagyjuk. Ezt kikapcs. Tudjátok mit? Menjünk biztosra. Ó, micsoda bakancs van itt, ne! Meg van itt pénz lehetőség is. Pénzkeresési lehetőségek. Így. Na, mindennel is megvagyunk. Ja nem, nem, nem. Küldetése még nem vagyunk meg. Igen, túl sok tárgyat cipelek, igen, tisztában vagyok vele. Nagyon jók vagyunk, meg ilyesmi, de... Még mindjárt. A rossz indulatú szoftvert feltelepítjük. Ráülünk a motor, azt elmegyünk valami kereskedőhöz, aztán eladjuk a dolgokat. Sorry, Johnny, but I don't have time for your little anarchist revolution. Yeah? Well, it'd be easier than slicing heads off a fucking Hydra. One more reason this city could use another nuke. Jó van, Johnny, jó van. Nem, megértem a gondolkodásmódját, de most... Igen, most mit csinálja? Igen, ez egy Hydra, tehát így... Hiába. Hiába iktatott ki az egyiket, hogy jön a másik, tehát... Nem tudsz jót tenni, Johnny. Jó, mondjuk örök lázadozó, úgyhogy... Persze, hogy így gondolkodik. Ezt kikapcsoltuk? Mármint gépészeti szempontból? Ja, gépészeti szempontból is ki van kapcsolva. Pogy, pogy, pogy. Na, a másik az igen, hogy kéne akkor itt egy... kereskedő. Mondjuk az ruházati kereskedő az pont jól jön. Pogy, pogy, pogy. Mi az a zöld ott? Mit hagytam ott? Nem gyakori tárgy összetevőt. Jó, meló el van végezve, 404-es hiba. You did it, V. Just got... Bocsi srácok, bocsi, bocsi, bocsi. Csak le, megint ledobott az asztalra, úgyhogy... Megint. Ja, Mária. Na, nem jó. Már össze vagyok itt zavarodva. Azt tudom, mit akartam, és hol akartam, és merre akartam. Jó, mindegy. Igen, eladni a cuccokat. Azt akartuk. Vagy legalábbis én azt akartam. És rossz helyen fordultam be. Menj már innen. Van ilyen. Néha napján fogja magát, azt ledob az asztalra. Ne kérdezzétek. Úgyis majd kivágom azt a fölösleges izét. Fekete képet, meg ilyeneket. Mert ahogy igen, megnéztem múltkor is, amikor ezt csinálta, igazából fekete képernyő és zéró hang, tehát... Nem nagyon. Márja már. Hol a bejárat? Hello! Yeah,
What's going on? Need to change up my style. I dare say we have something for everyone. Fasza. Na, igen, 14 000. Akkor kezdjünk el itt eladogatni. Mondom, kezdjünk eladogatni. Köszönöm. Azt megint nem kellett volna eladni, mert volt bent egy izé. Egy fejlesztés. De most már mindegy. Jó, hogy nincs pénz az árusnak. Hát akkor szóljon! Mindjárt megoldjuk, hogy legyen pénz az árusunknak. Nagyon jó, megint nincs pénz az árusunknak. És nem is tudok tőle semmi olyan fejlesztést venni, ami esetleg hiányozna a repertoárunkból, jelentse ugye ez a szó bármit is. Ja, semmi. Most ezt, ilyeneket nem veszek meg, mert tök fölösleges. Ja, akkor ennyi. Köszi. Oké, van még itt valahol egy ilyen fegyverárus, vagy bármi. Ott van egy fegyverárus. Meg itt van valahogy egy gyorsutazó pont is, nem? Hát egy sarokkal odébb. Akkor menjünk már el oda. A fegyverárushoz. Hát, hogyha ad olyan fegyverösszetevőket, vagy páncélösszetevőket, vagy... hello, szia. Szóval igen, tehát hogy ad olyan dolgokat, amik még lehet, hogy nincsenek bent a tájkészítés leírásunkban, vagy leírásainkban. Ki tudja. És remélem, hogy nem indul be a mellékküldetés, hogyha oda megyek közel. Mert én csak a fegyverkereskedőhöz akarok elmenni. Talán, hogyha errefele jövök, akkor... Mit tudász? Nem vagyok ott. Akkor egy seggfej. De várj, ez már Pacifica? Nem, ez nem. Ugye ez még nem Pacifica. Nem. Ez csak majdnem Pacifica. Hello! Looking for some fresh iron. Look no further, I've got you covered. Na. Oho, tájkészítési leírás, áthatoló, békéltető. De ez a kettő nekem már megvan. Neko mondta, ez is már megvan. Hát ezt nem tudom, hogy megvan-e. Na, de először. Hát ezeket jól eladtuk. És mindig maradt egy csomó pénze. Hát... Végülis, ez is mehet. Ja, ne, várj, legendás cuccot nem adunk el, tényleg. Legendás cuccot nem adunk el. Mert szerintem a legendás cuccot szétszedni még mindig jobban megéri, mint esetlegesen megtartani. Köszi! Na! Kérdés. Hol tartunk? Ott tartunk, hogy 2 zsoldos kerestetik meló maradt ebbe a kerületbe, és akkor az tök fasza. Rossz gomb. Valahogy sejtettem. Na hajrá!
Még azt a kettő zsoldos manót megcsináljuk, aztán picit pihenek utána. Szóval utána jöhet ugye Pacifica, jöhet ugye a Badlands, ugye a vidék, aztán irány ugye befelé a belváros felé. Hát még egy olyan... Hát várja a vidék, az szerintem egy olyan egy-két óra. Hova francba megyek? Tehát a vidék és Pacifica, így hogyha egybe veszem, ez szerintem egy vagy két óra. Hát igen, legyen inkább két óra. Hát a belváros... Az szerintem megint egy kettő óra, de lehet, hogy az van három is. Ne ugorja elém, hát bassza meg a kurva élet, hát... Oh. Annyira bírom az ilyet. Na. Megjöttünk. Most nem lehet mentem. Vi? Hey, listen, there's this chick. An NC badge. Knew too much for her own good. So the top brass tossed her into the loony bin. I'm gonna need you to bust her out. So you're American Shining Chrome? Specs attached. Be in touch. No. Jasmine Dixon, pszichiátriai osztályon kell kiszednünk onnan. Hát jó. Na de előtte... Még mielőtt bemennénk. Előtte én is megcsinálgatom itt a dolgokat. Így. Húzz innen, jó? Miért még kapsz egy moflást? Mondjuk így. Na. Kösz a pénzt. Irány befelé. Hello? Juss be a korlátozott területre. Hát hogyne? Ha nem látják, hogy hackerkedek, akkor nem szólnak érte ezek szerint. Egy. Hello. Welcome. What can I do for you? Pácienshez. Is there a way to arrange a visit with one of the patients? I'm afraid that won't be possible. Contact with the outside world can impede our highly specialized treatment. Attól tartok én is, igen. Okay. How about over the hollow? I'm afraid our head doctor wouldn't permit it. Jó biztonsági kamera? Friend of mine was here a week ago and left a briefcase. Hasn't come to my attention. Could we check the security feeds? Our security system is limited to the patient's level, restricted to employees only. Az jó. Recepciós, oké. Kis kameravezérlés. Nincs másik kamera.
Az jó. Nem, amizó annyira nem jó. Jó, nyilvános budi. Ellenséges a terület innentől kezdve. Furák ezek a hangok. Ezek a kamerák gyorsak. Nem ezt akartam. Békéltető, oké. Okay. Nem, drága barátom, te kicsit rossz helyen vagy. Úgyhogy aludj el egy picit. Látom, te jól el vagy. Mentsünk. Keresd meg Jasmine Dixon celláját. Aludj el szépen. Fegyvert is. Na, bocsi, Doki. De nem bízom a véletlenre. Inkább mindenki aludjon el. Nem merek amúgy hackerkedni, mert ki tudja. Ki tudja, hogy hogyan reagálna itt a rendszer mindenre is. Van még egy emberke? Na jó, hogy a csukott ablakot nézi. Mondjuk sok esze van, nem? Tehát a csukott ablakot nézegeti. Mondjuk egy ilyen helyen dolgozni, én is azt nézegetném. Mentsünk egyet. Csá. Hát jó, ez kicsúszott, de nem baj. Így is sikerült. Egy kicsit kellemetlen. Aha, lift. Szerintem itt lesz fönt a zemeleten. Csá! Fekszik, alszik. Mert erővel kéne amúgy kinyitnom. Férés engedélyezve. Nem, mert a tetőn keresztül ki tudunk menni. Dixon. Hello. Jasmine Dixon. That's me. Who sent you? You're getting out of here with me. Can you walk? I don't know. Walk to where? Jó, gyere. Hey, listen to me.
Everything will be all right. You're getting out of here, okay? Yeah. I understand. We can go. Na, akkor gyere. Tudom, hogyha feljövünk ide a tetőre, akkor ki tudunk jutni? Elküldtem a sofőr, mert már úton van. Hát ott le tudunk menni, kérdés az, hogy le tudunk ugrálni. Utánam. Na gyere! Úgy, ügyi. Menni fog ez. Jössz? Úgy, nagyon ügyes. Oda túl oldalra álltatok meg. Hát bazzeg. Közelebb nem sikerült. Gyere. Na, meló frissítve. Get in. You're going home. To your husband. He's already waiting for you. Go. Oh God. I thought I'd never. That they'd. Oh, you don't know what they. How many times they. Every day. Jó, vége van, Matt. Now, Jasmine. They can't do anything to you. I. Whoever you are. Thank you. No. Solid work, V. Jasmine's on her way to her dearest husband, and I get my dearest Eddie's. Or should I say, our Eddies, huh? Job well done, B. Closing the gig. Állj meg! Úgy. Látjátok, rászólok és megáll. Tiszta intelligens ez a moci. Az legalább Jasmine tuti biztos, hogy haza talál, tehát nem történt izé. Autóbaleset és semmilyen ilyen egyéb dolog, mint múltkor. Úgyhogy minden királyságosság. Na és már csak ezt az egyet kell megoldanunk. Ami olyan mellékes meló. Utána már jöhetnek a mellékküldetések is. Na, mi a tökön van itt? Jó, V. Oké, várj egy picit. To be extracted out of NC pronto, or else it's his funeral. Hol egy E9-es? Aminek a közelében van egy BD. Mert itt azért vannak problémák, ahogy látom. Give me a decent driver, won't shit their pants when things get hairy. What do you think? Check the spec. 6th Street. Hate those bastards. Vomit lofty patriotic bullshit all day. Mindjárt, Johnny. Down.
éppen itt kiírtás alatt vagyok. Mert itt látom, hogy megjöttem, aztán egyből ki is izé végeztek itt valakit. Azért ez nem úgy megy. Jó. 55, igen. Basszus, mellé nyomtam, nem az kellett volna. Egy kicsit odébb kellett volna. Na mindegy. De betörős protokoll 16-os lett. Na van itt még valaki? Összeset meg tudtam borítani. Emeletem van, vagy... Ez itt egy mészárlás volt. Oh, fuck. Goddamn bloodbath in here. Az. What's this? Hey, that's your tomb, isn't it? Think he's alive. Fuckers like that. Always land on their feet. Lehetséges. Na mindjárt beszélünk vele. Csak előtte szedek össze egy kis pénzt. Meg miatt ezzel a Flavióval, vagy ki ez, beszélgetünk. Szia! Ne, te már mehetsz, mehetsz, nincsen semmi gáz. Na, ha-ó. Hey, you hear me? Nem úgy tűnik. Huh? Oh, fuck. Sixth Street, they... I know. Flavio, right? That you? Yeah. Oh, you've got to... Got to get me out of here. Mi történt? The hell happened? All you had to do was sit on your ass, quiet, alone. Yeah, but just wanted to say goodbye to the city, you know. So I ordered in some girls, some boosters. What, and you thought nobody'd notice? Calling half the hookers in the city, nobody'll bat an eye. Okay. I fucked up. I know. The fucks it matter now. We have to go. Fiance. Fine. We're out. Ow. Oh, shit. Cars in the garage. Oh, take me there. Gyere, ma. Reméljük tud járni. Meg reméljük, hogy ki is ér időben. Nem van, amíg megvárjuk, hogy lebucskázzon valahogy a lépcsőn, addig összedegettem egy-kettő dolgot. Szia! Gyere már! Annyira nem vészes az!
Hova a tökönbe mész? Gyere ma! Jaj, még furikázzam is ezt a izét. Ó, ez a kis emberkét. Jó, majd mindjárt. Akkor az is sorra kerül. Azt hittem csak beszáll, aztán megy a francba, de hát akkor nem. Jó. Így. Egyszer. A skin van az épületen kívül. Jó. Na, akkor ugye a másik is. Hol van az FF, ami mellett van 55-ös? Itt. Például. Jó, ezt mechanikával megoldottuk. Na. Köszönöm, Vi. Sikeresen fel tudtunk ugrani kukára. Egy olyan L9-es kellene, ami mellett van egy 1C. Hát most én csak ezt látom itt. Így. Azt biztos, hogy volt valahol máshol is, de én azt most nem láttam. Hogy? Na szóval is tettel. Akkor én vezessek? Ezek szerint. Oh, you've got the cords? Got him. Shit. I just wanted a little fun. Quick ripen. You're alive. Unlike the girls. Ja. És nomád csempészek fogják kivinni az emberünket? Ezek szerint? Ja. Gondoltam beállok. Hey! Hey! Over here! Where is the client? Hát, hátul. In the back, bleeding out. Shit! If he dies, I don't get paid. Not my problem. Did my part. Jó van. Na, megint valami teljesítményt értünk el. We are going to a ripper, okay? A few minutes away. The jungle. Will you hang in there? No choice. Az igen. Jaj, 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 jaj. Na. Már akkor elindult az autó, mikor... mikor még be se szállt az emberünk. Now that's what I call pro merc work. Flavio's yapping my ears off, says he's never met anyone tougher than you. Bet it's gonna stay that way for a while. Rare breed, mercs like you. Contract's closed. I've already flicked the ads your way. Nagyon jó. Na, hát akkor valószínűsíthetőleg mivel kaptunk teljesítményt, azért valószínű, hogy a kerületben lévő összes mellékületés vagy NCPD-t, vagy ilyeneket, tehát igen, tehát hogyha ezt nézzük, akkor lehet, hogy azért kapom a bónuszt. Közben így jött egy mellékes meló. Tehát jó. Akkor majd azért is majd visszamegyünk. Jó van.
Közben itt jönnek vissza itt a mellékes melók olyan helyekre, ahol már jártam az előbb. Jó, hát akkor annyi van, hogy Pacifica marad. De szerintem ez gyors lesz. Aztán irány ki a Badlands. Csak itt majd figyeljek rá, hogy ezt a penemes küldetést véletlenül ne csináljam meg. Mert ugye az is egy olyan mellékküldetés, ami majd. Jó. Na, akkor srácok, lányok, azt hittem, hogy jövünk majd be ide a belvárosba, azt csinálgatom meg itt az összes többit. Itt is majd lesz egy pár, kis sok. Hát, kicsit sok. Ja, mihez képest sok. Na, úgyhogy... Srácok, lányok, az lesz, hogy... Ide hívjuk a mocit, hazamegyünk lakásra. Aztán én meg megpihenek. Aztán... Nem sokára jön majd a folytatás. Na? Miért nem tudunk elindulni? Nem reagál a dupla V-re. Most szerinted? Nem. Se előre, se hátra, sem erre. Hát jó. Akkor megoldjuk máshogy. Az is a játék szórakozik velem. Hát nem. Megjöttünk. Hello rendőrök. Urak. Amúgy is olyan rég voltunk már itthon, nem? Na, oda, kat. Az egerem is rosszalkodik, úgyhogy teljes a kép. Teljes az üröm. Vagy mi. De egészen jól haladunk. Tehát én azt gondoltam, hogy még ezért úgy... Kicsit hosszabb ideig fog ez így eltartani, de... Nem. Eléggé szépen... mennek itt a haladgatások. Na, úgyhogy srácok, lányok... Innen fogjuk akkor majd folytatni. Egy... Nekem hosszabb pihenő, nektek egy pár pillanatos pihenő után. Addig is vigyázzatok magatokra. Aztán mindjárt következik, vagy tehát nem sokára következik a Cyberpunk 2077-nek a sorozatának a folytatása. Na, addig is sziasztok!